Angyalarcú törékeny hölgy, aki matematika tagozatos gimnáziumba járt, informatikusként diplomázott, és mégis az előadó művészetnél kötött ki. Harcsa Veronika énekesnő dalszerző, számos műfajban alkot és nemzetközi szintéren is aktív előadó. 2007-ben elnyerte a Budapest Fringe Fesztiválon a Budapest Fringe legjobb hangja díjat, és kétszer is elnyerte a Fonogram díjat, 2009-ben az év hazai jazz albuma, 2011-ben pedig az év hazai alternatív albuma kategóriában. Gyémánt Bálinttal közös duója évek óta sikert sikerre halmoz hazánkban és külföldön is. De honnan indult a csodás hangú énekesnő? Budakarászon töltöttem a gyerekkoromat. Abban a házban, aminek a nappaliában az édesapám született, úgyhogy nem is csak én, hanem a fölöttem levő generációk is nagyon erősen kötődnek Budakarászhoz a családomban. Édesapám polgármester is volt 12 évig Budakarászon, nagyon sokan ma is emlékeznek rá, és anyukám, a húgom, a nagynéném most is Budakarászon laknak. Én magam is gyakori vendég vagyok, pont holnap is megyek ki, mert az anyukámiknak bevásárolok és viszem ki a jó nagy szekkereket. Veronika életében Budakarász fontos szerepet tölt be. Gyakran visszajár, de nem csak a családja miatt. One of these mornings, you're going to rise up singing. Spread your wings, then you take to the sky. But till then morning, there's nothing can harm you. Your daddy and mommy stay. A Szent István Alapítvánnyal már nagyon régóta működünk együtt, és gyakran vettem részt a jótékonysági koncertjeiken. Ez sem csak maga miatt van, vagy nem csak véletlenül alakult így, hiszen az édesapám is alapítója volt az alapítványnak, és amíg élt, addig ő is nagyon tevékenyen részt vett ebben, úgyhogy én mondhatom azt, hogy belenőttem ebbe már gyerekkoromban, még a Lemvirág néptánc együttessel táncoltam az alapítványi eseményeken, és aztán később, amikor énekes lettem, akkor már zenészként is túlléptem rajtuk. És egyébként ettől függetlenül is szoktunk időnként koncertezni Budakarászon, sőt, életemben először közönség előtt jazzt Budakarászon énekeltem a Faluháznak a kávézójában egy zeneiskolás koncerten. Az énekesnőt arról is kérdeztük, hogy a mostani nem könnyű helyzet hogyan hat rá, milyen praktikákkal vészeli át ezt az időszakot. Hát hol fönt, hol lent, néha egy kicsit könnyebb, néha egy kicsit nehezebb. Úgy látom, ahogy beszélgetek az emberekkel, hogy alapvetően kétféle sors van most. Az egyik ember az, akinek most hihetetlenül sok munka szakad a nyakába, vagy azért, mert olyan területen dolgozik, ami most extrán terhelt, vagy azért, mert a gyerekek hirtelen otthon vannak, és őket kell korrepetálni. És van a másik véglet, aki meg most elveszti, vagy időlegesen, vagy hosszú távon a munkáját, és az meg amiatt nehéz. Én ebben a második helyzetben vagyok, hiszen a koncertek az elsők között szűntek meg, és valószínűleg az utolsó intézkedések között lesz, amikor ismét engedélyezik az olyan úgymond kevés fontossággal bíró eseményeket, mint a koncertek. Ez teljesen logikus, és ez abszolút jól van így. Nekünk előadó művészetnek ezt valahogy ki kell bekelni. Próbálom pozitívan felfogni a dolgot, próbálom úgy felfogni, hogy ez egy lehetőség, hogy most
ülhetek többet a zongoránál, írhatok új dalokat, kigyakorolhatok olyan nehéz dalokat, amiket egyébként nem lenne időm, amikkel nem lenne időm foglalkozni, szóval próbálom lehetőségként fölfogni, de azért nem mondom, hogy mindig könnyű. Nagyon sokat segít nekem az, hogy gyakorlatilag a kihívás, illetve a karanténnak az első hetétől vállaltam egy kihívást. Van egy Hősök Tere nevű egyesület, akik mindenféle társadalomjavító, jobbító akciókat szerveznek, és ők hirdettek egy kihívást, aminek az a lényege, hogy minden nap posztolni kell valami pozitívat a karanténban. Pont valami olyat, ami egy lehetőség ebben a helyzetben, és én ezt a kihívást tartom, minden nap van egy posztom, természetesen sokszor zenei témákban, de nem csak abban, hanem elmondok olyan apró sikerélményeket is, hogy most végre, hogy itthon vagyok, sikerült kovászt nevelnem, elkezdtem kenyeret sütni, itt a virágládában élik a retekcsíra, kirándulunk, biciklizünk, szóval egy csomó olyan dologra van most lehetőség, ami egyébként egy ilyen mindig időszűkében megélt, rohanó, turnézó időszakban nem. Szóval ezeket a lehetőségeket keresem, és ezekről az interneten posztolok, ami abban segít, hogy ad egy rendszerességet, ad egy keretet a napnak. Rengeteg művész kezdett kreatív elfoglaltságba otthon a falai között, hogy egy kicsit elterelje figyelmét, levezesse energiáit. Ebből születnek a jobbnál jobb videók és a népszerűvé vált karanténslágerek is. Az énekesnő Lackfi János karanténversét zenésítette meg, és vette videóra. A videót már több mint 340 ezeren tekintették meg az énekesnő hivatalos közösségi oldalán. Arról, hogy hogyan készült el a dal, és miért nem látjuk a gitáros teljes valójában, az énekesnő mesélt nekünk. Lackfi János hívott föl, és ő mondta, hogy írt egy nagyon aktuális karanténszöveget a Leonard Cohennek az Alleluja című dalára, amit én borzasztóan szeretek, ez különben a Lackfival már máskor is, más témában is feldolgoztuk közösen, és természetesen nem jöhettünk össze sem a Lackfi Jánossal, sem mondjuk Gyémán Bálinttal, a gitárossal, aki az állandó zenésztársam, úgyhogy itthon kellett megoldani a dolgot, de hál' Istennek van egy férjem, aki ugyan nem zenész, de nagyon ügyesen gitározik, úgyhogy ő kísérte a hátam mögött a gitáron. Az ő arca direkt nem látszik, azt mondta, hogy ő a Kalambó felesége szeretne lenni, ő nem akar benne lenni az arcával a videóban, de lekísérte, és ezek a megmozdulások most erről szólnak, arról szólnak, hogy egy kicsit beengedjük a közönséget abba, hogy mi van itthon, ki hogy él, kicsit egymás lakását is látjuk, egymás kanapéját, nekem például narancsárga kanapém van, ezt most mindenki láthatja. Szóval ez is egy érdekes vonulata, vagy betülete ennek a helyzetnek, hogy látunk a másikból olyan őszinte pillanatokat, amik lehet, hogy egyel közelebb visznek egymáshoz. Nagyon sokan vannak, akik a karantén időszakában is megpróbálnak fittek maradni, otthoni edzéseket találnak ki, videóra edzenek, Veronikáék is kihasználják a lehetőséget. Én is hallottam, hogy az első napokon már kifogyott a súlyzó a Decathlonból. mindenki betározott, nem csak lisztet otthonra, hanem otthoni fitness eszközöket is. Mi is nagyon sokat mozgunk. Nekünk az egyik utolsó dolog, amit még elintéztünk, mielőtt bezárkóztunk volna, az az volt, hogy vettünk nekem egy biciklit, a férjemnek már volt, és mountain bike-kal megyünk az erdőbe. Budapesten lakunk, a második kerületben nagyon közel az erdőhöz, és nem is kell autóba ülnünk, hanem a szabályoknak megfelelően a házunkat biciklin hagyjuk el, és tekerünk egy nagyot az erdőben, ami csodálatos élmény, főleg most, hogy tavasz van, és napról napra lehet látni, ahogy változik a természet. Az is nagyon érdekes, ahogy ugyanannak a dombnak az egyik oldalán már tiszta zöld és tiszta rügy minden, a másik oldala, az északi oldal meg még épp, hogy csak éledezik. Szóval ezek olyan szépségek, meg olyan erőt adó utak, amik nem csak fitten tartanak, hanem érzelmileg is feltöltenek.
Egy énekes dalszerző életében nagyon fontos, hogy a hangszálait és a kreativitását is fitten tartsa, hogy amint vége a kényszerpihenőnek, rögtön készen álljon a koncertekre, kihívásokra. Próbálom kihasználni ezt az időszakot, és tudatosan leülök, megpróbálok dalszöveget írni, új zenét írni. Azt vettem észre magamon, hogy nem könnyű, mert most talán egy kicsit nagyobb önismeretet nyerek, és megláttam azt, hogy nekem nagyon fontos az, hogy legyen egy konkrét cél. Tehát akár egy kitűzött stúdiófelvétel, akár egy kitűzött koncertdátum, vagy csak egy próba, amire tudom, hogy addig, mire eljutunk időben, addigre készen kell lenni. És most ez nincs, most fogalmunk sincs, hogy mikor tudunk újra dolgozni, akár csak úgy, hogy összejövünk próbálni a zenésztársakkal, hiszen most a kijárási tilalom ezt is korlátozza. Úgyhogy nagyon tudatosnak kell lennem, hogy ezt a lehetőséget ne szalasszam el. Szóval nem könnyű, de az a tapasztalatom, hogy a legnehezebb odaülni a zongorához, de hogyha már odaültem, akkor viszonylag könnyű ott maradni egy-két órát, és akkor előbb-utóbb valami kigurul, akár egy új dalkezdemény, akár egy új ötlet egy meglévő számhoz. Szóval nekem az a tapasztalatom, hogy csak a legeleje a nehéz. Az énekesnő tehát próbálja kihozni a maximumot az adott helyzetből, és bár hullámzó az otthonlét, mégis kitartásra biztat mindenkit. Szerintem mindenkinek más a nehéz. Van, akinek az a nehéz, hogy ott vannak a gyerekek, van, akinek az, hogy a munkáját nem tudja, vagy nem úgy tudja végezni. Legyünk egymással megértőek és szolidárisak, mert akár így, akár úgy, de mindenkinek van nehézség ebben. Ami közös, az a bizonytalanság, ezt is együtt kell kibírnunk. Tegnap posztoltam egy fotót az előkertünkből, a tavalyi hortenziákon még rajta vannak az elszáradt virágok, nagyon csúnyán, szárazan, barnán, és már ott vannak a friss, gyönyörű, zsenge, zöld rügyek, és úgy érzem, hogy ebbe az állapotba fogunk hamarosan kerülni, hogy ott lesz a nyoma kétségtelenül ennek az időszaknak az életünkön még egy darabig, de elő fognak bújni a friss zöld rügyek, és ki fog robbanni a természet. Versei jelentek meg a Hitelben, színházi darabot rendezett Kecskeméten, mégis jogtörténész lett. Már régóta érdekli a történeti alkotmány. 2003-ban alapította meg a Szent Korona országáért alapítványt azzal a céllal, hogy a Szent Korona tanát és misztériumát megismertesse másokkal, amelyet könyvkiadás, felnőtt képzés és kulturális előadás sorozat keretében valósít meg. Az előző években is 2020 első felében már több Szent Korona délután szerveztek. Ezúttal március 28-án a feltámadás lett volna a középpontban. De a járványügyi helyzet közbeszólt. Az elmaradt előadásról is kérdeztük dr. Varga Tibor jogtörténészt. A nagy csütörtök ugye az eleve a szeretet napja. Akkor van egy, tulajdonképpen elindul a Szent Három nap, a nagybőtnek igazából akkor van vége. Ugye a Szent Három nap is bőtös, és azért a szeretet napja a nagy csütörtök napja, mert egyébként ugye az én békémet hagyom rátok. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket. És gyakorlatilag ekkor történik meg a mandátum, ugye a lábmosás, amikor megmossa a tanítványaiknak a lábát, ez valóságosan is megtörtént régen, még úgy is, hogy nem csak a templomon belül, hanem akik összetartoztak ott nem azt mondom, hogy családfő, de mondjuk a földesúr esetleg megmosta a lábát azok, akikkel együtt ilyetek tulajdonképpen, mert ez egy szoros együttélés közösség volt, nem úgy, ahogyan szokták mondani, hogy volt a nemes, és akkor utána elhanyagolva a jobbágy. Ez nem felel meg a valóságnak. És aztán ezért a szeretet napja. Nagypéntek, mint mondtam, az a gyásznak a napja, olyankor tényleg fekete ruhát öltöttek, volt, ahol letakarták a tükröt, tehát egy ilyen tényleg gyász, és várják a feltámadást. És ebben az időszakban köszönöm vele egyébként azt, amikor majd a tüzet szentelnek, ez a feltámadásra ezzel indul el. És gyakorlatilag, amikor
megtörténik maga a feltámadási szertartás, akkor utána elmennek Jézus keresni sok helyen, tehát Székelyföldön különösen. Hát ma már ezt nem tudom, valahol a búzába elrejtik magát a Krisztusnak a szobrát is, aztán amikor megtalálják, akkor diadalmenetben viszik vissza a faluba. Egyébként volt olyan hely, ahol lődöztek is a levegőbe. És hogyha ezt elképzeljük magunk elől, az egész országban újra visszajön az élet, a tüzet vissza meggyújtják, és akkor ahogy kerülik a határt, ez, mint hogyha az élet térne vissza az egész teremtésbe. A következő előadás a Szent Korona Országáért Alapítványnak Budakalászon április 28-án lenne, de azt sem lehet megrendezni a kialakult helyzet miatt. A grálnap, ami szintén el fog maradni, az egészen biztos. Ott a eukarisztia lett volna a központi kérdés, mert most ugye lesz kongresszus, és hát sajnálom, hogy elmarad, mert olyan előadók lettek volna, mint a dr. Csókai András, akkor a Hess Attila, a páros szerzetes, akkor a dr. Hidán Csaba, Szász Péter, meg jó maga, meg lett volna koncert is. Úgyhogy ez ilyen szempontból azért érdekes, mert ugye a grálhoz az a hagyomány fűződik, hogy Arimátriai József abba fogta fel Krisztusnak a vérét, és gyakorlatilag ez ugye a Longinus láncsája által keletkezik ez a seb. Longinusnak a napja pedig március 17-ére esik, de ez egy másik dolog, de valahol ez a grál motívum átszínezte az európai kultúrát, és gyakorlatilag ezért lett volna érdekes, hogy megtartani azt a napot. A nagy hét fényében a vérszerződésről is beszélt a jogtörténész, melyet a hét vezér Ámos, Előd, Ond, Kond, Tashuba és Töhötöm kötött egymással. A vérszerződése csak az ívfeszítő népeknek van. Mások nem kötnek így szerződést, de ez őrőlük leírták, hát ívfeszítő népek ide tartoznak, és akkor nagyobbakat mondom egyébként, a szkíták, a hunok, az avarok, és mi is ide tartozunk. De hát ugye ez egy gyűjtő fogalom, például a hun is, hát hogyha Attilának megnézzük a népeit, azok herulok, szkírek, markománok, vádok, jázigok, akacírok, türungiak, rugóiak, szóval ezek különböző népek, de valahol a szellemiség tartja össze, és a vérszerződést azt a szkítáknál írja le először Herodotos a 5. század közepén, és leírja, hogy akik nem születtek testvéré, de lelki testvértársak akarnak lenni, akkor egy edénybe belecsorgatják a vérüket, meg bor, és akkor szent szövegeket mondanak, beleváltják ezeket a harci eszközöket, és utána közösen isznak ebből a ritomból, mert úgy hívják, ilyen ábrázolásunk is van, hogy két szkíta harcos, és akkor egyé válnak. Ez gyakorlatilag a szeretet általi szerződést jelenti, mert ugye elmond egy történetet, ezt már nem Herodotosz mondja el Krisztus előtt 5. században, hanem tulajdonképpen beszél Lukiánus a Toxarisban egyébként, az 120 körül, az már Krisztus után van, beszél egy szkíta hős, illetve bölcs, Anaharszisz úgy hívják, beszél egy görög ember, és a görög és a szkíta kultúrának a vetélkedéséről van szó, és hogy hogyan születnek ezek a barátságok. És mondja a szkíta, hogy ti görögök másképp köttök barátságot, mert úgy köttök barátságot, hogy egy utcában laktok, együtt nőtök föl, tehát barátok lesztek, egy iskolába jártok, tehát barátok lesztek, együtt isztok, tehát barátok lesztek, de mi nem így kötünk barátságot. Hogyha valakiben meglátjuk a lelki fényt, akkor addig megyünk, amíg el nem fogad társnak. Tehát ez valahogy úgy kell képzelni, mint az a paradicsomi állapot, amikor megteremti az embert az Úristen, és gyakorlatilag az Isten képmását ragyogja vissza. Na most mi ugye kapunk képességeket, és van hátrányunk. És amikor látja az ember, hogy valakiben olyasmi van benne meg, ami bennem nincs meg, akkor isteni képmással válhatunk a vérszerződés alapján. Ez képes beszéd, tehát elmondja, hogy azért kötik a vérrel a szerződést meg, mert hogyan tudnánk kimutatni, hogy megszerette a másikat, mint hogy ezt a szeretet lakóhelyéről származó, a szívből származó vérrel tudja megmutatni. És ez úgy kapcsolódik egyébként, hogy nagyon érdekes dolog a krisztusi
maga a mise dolog, mert az új szövetséget végül is a vérem kezével mondja Krisztus, azzal köti meg, amely nem sokára kibocsátatik a bűnök bocsánatára. Tehát itt is nagyon érdekes, hogy magyar nyelven, mert latinul nem akarok hogy nagyon mélyre menni, de latin nyelven, meg az új latin nyelveken nem lehet kifejezni azt, amit megtörténik egyébként magában a misében, mert ugye ha én az ő testét kapom és az ő vérét kapom, akkor azzá leszek, amit eszek. És akkor az azt jelenti, hogy test és vér, testvérre leszek. Most ez, ilyen fogalom nincsen a nyugati nyelvekben, testvér fogalma. Ez egy egész, az mindig nemből jelöl meg. Tehát olyan van, hogy ugye a brother, tehát nincs blood buddy, vagy tehát a latinban sem, ott is a soror van, vagy fráter van, tehát nincs a testvér fogalma meg, és az új latin nyelvekben nincs, ez nem létezik. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes párhuzam, csak ez nagyon messzire visz bennünket. Tehát itt valahol a Krisztus szeretete hatja át a világot a feltámadáskor. A jelenlegi helyzetnek köszönhetően karantén előadás sorozatot indított a történeti alkotmányról és a Szent Korona tanról közösségi oldalán. Mondottam, hogy azért valahogy meg kéne nyilvánulni az emberek számára. Nekem is igényem van egyébként, mert hozzászoktam, mint a hal a vízhez, tehát annélkül nagyon nehezen tud létezni. Bár és úgy is döntöttem, hogy ezeket ingyenesen nyilvánossá hozom, rakom, mert nem akartam én azt a variációt csinálni, amit csinálnak egyesek, hogy konzerv anyagokat fölraknak, és akkor utána, hogy letöltesse az ember, fizetnie kell. Szóval ezt nem. Habár mondom, nagyon sok azért egy ilyen kicsi 30-40 perces előadásban, abban nekem benne van három napi munkám. És nem... És én miután, hogy komolyan veszem azt, amit csinálok, ezért nem mondhatok akármit. Akkor, tehát ezért fel kell megfelelően készülni. Úgyhogy ez így jött, hogy hát a karanténban akkor csinálunk előadást. Úgyhogy több munkám, mint ami szokott lenni. Tehát, mert amúgy is készülnöm kell, csak én egy előadásra 10 napot készülök körülbelül, de és utána meg ugye építkezik egy darabig, mert ugyanazt mondom el, tehát máshol, tehát nem, mert különböző városokban szoktam előadást tartani. Eddig több mint 9 könyve jelent meg, de ezután sincs megállás. Már a 10. könyvén dolgozik dr. Varga Tibor. Ez most ilyen tanulmánykötet lesz. Az első része az a Nimrodról szól egyébként, tehát az... ott az egy nagyon nehéz talaj egyébként, mert nagyon sok ilyen hogy mondjam, lagzilajcsi történész, meg ilyen fogyasztói őstörténet színezi hamis információkkal az emberek felét, és azokban nem is megyek bele a könyvbe, hanem csak azt, ami bizonyíthat olyan biztosan, mert ha Isten itt járt, akkor meg tudom mutatni a lábját. Tehát, hogyha forrásokra hivatkozva gondolkozik az ember, meg forráskritikát is alkalmazza. Tehát ez az első rész, az minimum volt. A második rész, ezek különállat, az Boldogasszony hitről fog szólni, meg a nőnek a szerepéről, mert a Boldogasszony ünnepeink, azok valahogy végigkísérik a nőnek a az életútját, ugye a szentelő boldogasszony, akkor a gyümölcsoltó boldogasszony, akkor ugye sarlós boldogasszony, mert ugye Kálmán is annak idején 19. század végén volt pap, katolikus pap, és összegyűjtötte, hogy hány fajta boldogasszonyt tartanak számon, és kiderült, hogy mindenki 7 boldogasszonyról beszél, 7 boldogasszony, és felsorolták a gyümölcsoltót, belerakták ugye a gyertyaszentelőt, amikor bemutatja egyébként a gyermekét, Krisztus bemutatja ugye a templomban. Ez nálunk is volt az avatás egyébként. Aztán utána sarlós boldogasszony, a vizitáció, az áldott állapotban lévés, és a nagy boldogasszony és nagy boldogasszony. Ezt az 5-öt felsorolták, és a maradék 2-t, az különböző havi boldogasszony, különböző boldogasszony ünnepekkel töltötték ki. A harmadik tétele az pedig a történeti alkotmány lesz, hogy azt taglalom benne, hogy mikor voltunk köztársaság, nem háromszor voltunk köztársaság, hanem 8-szor voltunk köztársaság.
és mindegyik rossz volt nekünk, nem volt jó. Tehát, hogy kicsit én abban az irányban, hogy próbálom vinni a dolgokat, hogy a királysághoz vissza kellene térnünk, ez mindenféleképpen. Akár úgy, hogy király nélkül királyság, mert nálunk lehetséges ez, mert a főhatalom a Szent Koronában van, nem az uralkodó van. Tehát ez hát az király nélkül királyság voltunk a volt időszak alatt is. Én azért tartom nagyon nagy bajnak, hogy az emberek nem élik meg sem a nagy bőjtőt, sem a falsangot, mert az igazság az, hogy a lélek tulajdonképpen vándorol az időben, és tulajdonképpen azért van a nagybőti időszak is, hogy az ember arra az utolsó pillanatra készül föl, amit a Kunternő nagyon szépen mond, hogy az utolsó átváltozás, hogy a szegény már meghalt, hogy az ember, amikor eljut oda, hogy a lélek kilép a testből, akkor ugye valójában az elküldőkép másra ragyog benne, vagy sem. És ezek filozófikus időszakok, mind a farsang, mind pedig a nagybőti időszak. Ugye a farsang az kezdődik Vízkereszttel, és befejeződik Hamvazó szerdával, de a Hamvazó szerda az mozgó, mert hozzá van hát rakva magához a húsvéthez, és a húsvétnak ugye gyakorlatilag két olyan időpontja van, ami tólig lehet, ez a tavaszi napi egyenlőséget követő első volt, utáni első vasárnap. Ugye ez bekövetkezhet március 22-én, és legkésőbb április 25-én következik be. Tehát ezért mozog az ünnep. Tehát most egyébként Hamvazó szerda az egészen hosszú időszakra lesz, tehát messzire lesz a farsangi időszak, tehát hogy hosszabb lesz, mint szokott lenni. Tehát mondom, ez attól függ, hogy hova esik maga a húsvétnek az ünnepe. És ugye itt elemezni szokták úgy is, hogy a karnevál, ugye a hús elhagyása, vagy ugye a német szóból is eredeztetik, ugye, hogy a farsang onnét eredne. Én ezt nem hiszem, hogy így van egyébként, hogy bármelyik, mert a karnevál az még talán, de hogy a farsangra az a jellemző egyébként, hogy nálunk, ami nagyon fontos, az a farsang farka. Azok az utolsó három, és én érzem is benne, hogy ez inkább mint a német szóból származna, hanem ugye ez gyakorlatilag vasárnap, hétfő, kedd, és akkor van a Hamvazó szerda, tehát húshagyó kedd és a Hamvazó szerda. Tehát ebben a három napban van igazából az, amikor egyfolytában táncolnak különben. Ez olyan, mint egy kicsit olyan, mint a haláltánc. Egyébként a farsang, én azért nem szeretem, mert egy kicsit megbolondul a világ. Hát a középkori adatok is vannak róla, hogy csak akkor térnek eszükhöz a keresztények, amikor már hamuval megszórják őket, ugye ez a Hamvazó szerdának a napja, mert addig szinte egy ilyen tobzódás van. És ugye ez olyan dolog, hogy itt valahol az élet találkozik össze egyébként, mert jön a nagybőjt, az olyan, mint amikor az ember tudja, hogy meg fog halni. Most a halál elől ugye a maszkok azok segítenek, hogy elrejtőzzön az ember, tehát nem is véletlen ez, hogy ilyenkor vannak a maszkok, tehát most mit tudom, a Busótól kezdve, meg az összes többi eseménye kapcsolatban, ami, mert van ilyen felvidéken például, hogy Dőre járás, tehát hogy tényleg megbolondulnak, meg különböző ilyen címeket adnak egymásnak, tehát bíró, meg stb. De ugyanakkor érdekes módon, meg nagyon, nagyon fontos az élelem. Ebben az időszakban ez a remélők, ahogy körbe mennek, mert ezt is külön így hívták, hogy remélők, hogy körbe mentek egyébként kerülés, olyan, mint amikor határt kerülnek egyébként húsvétkor, körbe mennek a házakhoz, és akkor kapnak különböző ételeket, tehát ilyen, hogy szalonna, meg minden ilyesmi, ami később majd jól jön a fonóba, mert általában a fonóból csinálnak ivót, ami ben maga a ünnepség folyik, mert egyébként a utolsó három napban, ugye vasárnap, hétfő és húshagyóked, egyfolytában táncolnak. Egyfolytában táncolnak, mint a haláltánc, különben teljesen alig mennek haza aludni. Tehát ez egy, és amúgy meg ugyanakkor, hogy az élelem ilyen fontos, tehát olyan, mint a halotti tor, azt kell, hogy mondjam. Még a mi nyelvünk az nagyon szépen is tükrözi, hogy az élelem az gyakorlatilag az életet elemet jelenti az ember számára. A könyv várhatóan ősszel készül majd el. A Szent Korona Országáért Alapítvány mindenféle ellenszolgáltatás nélkül dolgozik a célok elérése érdekében, és nem indul pályázatokon sem.
mert ez politikailag elkötelezetté tenni. Így a személyes támogatások és a személyi jövedelemadó 1%-ából tartja fel magát. Ha szívesen ajánlaná fel az SZIA 1%-át, akkor ezt az alapítvány honlapján tájékozódva teheti meg.